Napokig nem jár a csömöri hév, mert vasárnap éjszaka több mint 1 kilométernyi vezetéket loptak el a szerelvény vonaláról. A BKV számításai szerint a kár több mint 10 millió forint. A Vám és pénzügyőrség április óta kiemelten ellenőrzi a színes fémtelepeket. Azóta többet be is zártak, és több mint 5000 tonna illegális fémet foglaltak le, főleg Budapesten és környékén. Üresen maradtak a csömöri hév megálló peronjai ma délelőtt. A szerelvények tegnap óta nem járnak, mivel a nyílt pályán valaki elvágta a felső vezetéket. A tolvajok több mint 1 kilométernyi vezetéket loptak el, a kár több millió forint. A BKV szerint elképzelhető, hogy a hév egész héten üzemképtelen marad, addig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Szinte minden héten üvölt a riasztó ebben a győri aluljáróban. A kürt akkor szólal meg, ha valahol elvágják a vezetéket. Most is ez történt. A lámpákat leverték, a kábeleket levágták. Az arra járók szerint ez itt mindennapos. Körülbelül 2 hetente, így hétvégén, vasárnap vagy szombaton, nem tudom, gondolom éjjel, mert hétfő jövünk dolgozni, akkor már általában ez a helyzet. Nincs sem tanul, semmi sem, nem igen lehet ellene tenni semmi. A Vám és pénzügyőrség április óta léphet fel szigorúbban a fémtolvajok ellen. A legtöbb lopott árut Budapest környékén és Nyugat-Dunántúlon találták. Azóta rendszeresen ellenőrzik a telepeket. A Vám és pénzügyőrség közel 5000 tonna fémet, fémhulladékot foglalt le, elsősorban illegális telephelyeken. Ezeken a telephelyeken találtunk vasúti sineket, föld- és részkábeleket, közlekedési jelzőlámpákat, különböző biztosító berendezéseket, amelyeket illegális úton próbáltak meg értékesíteni. A tolvajok és az orgazdák ellen eljárást indítanak, és a legtöbb esetben őrizetbe is veszik őket. A BKV adatai szerint az elmúlt 3 évben több mint 160 esetben loptak el valamilyen vezetéket a hívvonalakról. A tolvajok általában 1-2 millió forint értékű kábeleket lopnak el, de volt olyan eset is, ahol egyetlen lopással több mint 30 millió forint kárt okoztak. Gál Balázs, RTL Híradó, Csömör.